Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, új hold, szeptember 7-én. Itt látható a képen. Egy új hold nap azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Így a hold nem kap fényt a naptól, számunkra nem látható. Amit ez közöl velünk, a meditáción, a visszahúzódás, gondolkodjunk el azon, hogyan tovább. Ha ez az új hold befejeződött, akkor indul a növekvő hold fázis, tehát növekszik valami az életünkben. A mai napon, tehát szeptember 7-én van egy hold Mars konjunkción. Az azt jelenti, hogy a hold eléri a Mars bolygót. Itt az életerőről van szó, elgondolkozni azon, hova fektessük be az erőnket, de Mars bolygónál a férfiakról is szó van, és a hold szimbolizálja az érzelmeket, és ez foglalkoztatja most a férfiakat. Ami még lehetséges ennél a hold Mars konjunkciónál az anyai érzelmek, vagy a kapcsolat az édes anya és a fia között, hiszen a hold utal az édesanyára, utal anyai érzelmekre is. Amin még elgondolkodhatsz ezen a mai új hold napon, hol van a helyed az életben? Hol szeretnél élni? Mi a hivatásod? Hogy érzed magad a párkapcsolatban? Mi a hobbid? Hogy tudnád ezt megvalósítani? Itt kellene konkrét célok vagy tervek. Itt ezen a képen Ganésa látható. Ganésa az a Mars bolygónak a testvére az indiai mitológia szerint. Ganésa szerencsét hoz, különösen egy új kezdetnél. És mivel az új hold után lesz egy új kezdet, így szükségünk van erre a szerencsére. És mit üzen Ganésa? Tekints egy új irányba. Itt a jövőről van szó. Kell számodra egy irány, vagy egy terv. Mit szeretnél elérni a jövőben? De még maradunk kicsit a múltnál, amire itt ezek a kártyák utalnak. Mi változik a múltból? Ezt megnézzük a kártyákon. Ez a kép arra utal, hogy vannak ötleteid, terveid, de még nincsenek cselekvések. Mert minden olyan bizonytalannak tűnik. Szerintem itt vannak még félelmek, bizonytalanságok is. Tegyem, vagy ne tegyem, hogy alakulnak a dolgok. Tedd át magad ezeken a bizonytalanságokon, mert ezt kellene megváltoztatni a múltból. Ez a kártya is a múltra utal. Itt van egy ilyen őszi ünnepség, ott vannak a gyümölcsök is. A háttérben viszont ez a négy bot az utal a korlátozásokra. Tehát úgy, ahogy a múltban volt, vagy tavaly ősszel volt, akkor még megvoltak ezek a korlátozások. Szerintem ez összefügg ezzel a koronavírussal. De idén jobb lesz a helyzet, mert lesz itt egy ünnepség, találkozás, itt vannak a gyümölcsök, tehát gyümölcsözik valami. Az is lehet, hogy ez a hölgy, vagy ez a férfi, attól függ, hogy te egy hölgy vagy,
vagy egy férfi vagy, aki ezt a videót most megtekinti, hogy valaki visszatér a múltból. Ha te egy hölgy vagy, akkor számíthatsz arra, hogy ez a férfi közeledik újra hozzád, ott van a kezében a korsó, és ez a víz utal természetesen a víz elemére, és az szimbolizálja az érzelmeket. És te ezt átveszed. Itt is lesz változás, és gyümölcsözni fog valami. Azon kívül ennek az asztalnak 4 lába van, és az utal a biztonság érzésére. Mert ez az asztal akkor stabilan áll. Itt a képen látható a felhő, a ház és a lilium. A felhő azt jelenti, hogy a múltban voltak bizonytalanságok, valami olyan átláthatatlannak tűnt. Az ott van a közeledben, hiszen ez a ház utal az otthonodra, a szomszédokra, az ismerősökre, de jelenti a szülői házat, a rokonokat is. Viszont a lilium segít abban, hogy itt tisztázódjon valami. A lilium azt is jelentheti, hogy valamit rendezel magad körül, ilyen tiszta otthonod lesz. Az lehet egy takarítás is. A következő kártyák utalnak a jövőre, mint ahogy Ganésa a jövőbe tekint. Mi várható nálad a közeli jövőben? Itt láthatóak a kelyhek, és azok utalnak érzelmekre. Itt lesznek kapcsolatok érzelmekkel. Viszont itt 3 kehely van. Az lehet még egy harmadik személy a háttérben, de azt is jelentheti, hogy te összefogsz a lelki társaddal, és itt lesz egy alkotó tevékenység, és ketten együtt kialakítatok valamit. Itt látható egy festő művész, az lehet a művészetek területén, hogy ott lesz ez az alkotó munka, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és jelentheti azt, hogy ez a férfi fest egy képet, ami az ő elképzelését jelenti. És ezt szeretné a közel jövőben megvalósítani veled együtt, hiszen a kelyhek itt az érzelmekre utalnak. És akkor kialakul egy közös irány, egy közös út, amire a 3. kehely utalhat. Itt a 8-as szám utal egy olyan húzavonára. Tegyem vagy ne tegyem. Ugyanúgy, mint ahogy ezen a képen is látható ez a bizonytalanság. De át kell tenni magadat ezeken az érzelmeken. Vagy a lelki társad teszi át magát ezeken a félelmeken, és itt döntésekről lesz szó. Mert elérkeztek ehhez a kereszteződéshez, az élet utatokon, és itt elgondolkoztok azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és ilyen esetben fontos döntésekről lesz szó. Itt a 4-es szám utal a biztonság érzetére. Itt stabilizálódik valami, mint ahogy itt az asztalnál is látható, az asztalnak a 4 lába. Itt ezen a képen láthatóak a papír tekercsek, és az utal egy levélre, egy hírre, vagy egy dokumentumra, esetleg szerződésekre. Én úgy gondolom,
itt lesz egy szerződés nálad, azon kívül kapsz egy jó hírt, hiszen láthatjuk a képen, hogy mindez olyan megnyugtató. Itt van a remény. A remény, hogy minden jóra fordul. Azon kívül megjelenik ez a szerelmes férfi, tehát itt szerelemről is szó van, és a harmadik kártya jelent egy látogatást. Vagy meglátogat téged valaki, egy jó ismerős, vagy egy barátnő, kolléganő, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, arra is utalhat, hogy a szerelem beköszönt hozzád, meglátogat téged. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!